Tudd meg azért, és vedd eszedbe, a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől. 7 hét és 62 hét van, és újra megépítetnek az utcák és kerítések, helyesebben városfalak, mégpedig viszontagságos időkben. A 62 hét múlva, és itt kell befejeznem a mai igénk felolvasását, és itt kell elkezdenem a magyarázatát, Dániel könyve 9. fejezet 25. és egy kicsit már átmentünk a 26. vers első részéhez érkeztünk. Miután Gábriel angyal világosan elmondta a prófétának, Dánielnek, aki imádságban küzdött a megértésért, és megjelent a menny követe, és elmondta, hogy abból a hatalmas idői proféciából, a 2300 évről szóló jövendőlésből, a te népedre csak 77 szabatot lesz. Ezzel már foglalkoztunk, hogy ez a 77, ez 490 nap, vagyis a prófétai nap-év egyenlőség szerint 490 évet jelent. Tehát te rád a zsidó népre a 2300 éves proféciából csak ez a 490 év vonatkozik, és elmondom, hogy a 490 év alatt mi minden fog bekövetkezni. És most a 25. versben annak lehetünk szem- és fültanúi, hogy Gábriel angyal ezt az egyébként a 2300 évnél sokkal rövidebb időszakaszt, de hát mégiscsak 490 év, tehát közel fél évezred, ismét részekre bontja, mégpedig 3 részre. Azt mondja, hogy ami a te népedre, a zsidó népre vonatkozik, tehát ez a 490 év, ezt felbontom 3 részre, a 77-et először 7 hétre, aztán 62 hétre, és aztán a maradék 1 hétre. Ez teljesen természetes dolog, hogyha valakivel röviden és gyorsan meg akarunk valamit értetni, mondjuk azt mondom, hogy István királytól a Mohácsi vészig is 500 év zajlott le. Na de hát mi történt az 500 év alatt? Hát ezt legalább felbonthatom, hogy az Árpádház 1301-ben kihalt, volt egy interregnum, jöttek az Anzsú királyok, aztán bekapcsolódtak a Habsburgok is a magyar történelembe. Tehát mi is azért 500 évet legalább 2-3 nagyobb egységre felbontunk, vagy hogy a Mohácsi vésznek 1526 után most 500 évvel később, 2026-ban lesz az 500 éves évfordulója, hát a Mohácsi vésztől is mind a mai napunkig, hát azért felbontjuk a török dúlás időszakára, felbontjuk aztán a Habsburgok térnyerésére, a függetlenségi törekvéseinkre, de hát még az elmúlt 170-180 évet is több szakaszra szoktuk felbontani, tehát ez teljesen természetes, hogy a történelemben el tudjunk igazodni, ezért ilyen hosszabb távokat, mint 490 év, Gábriel angyal is felbont tehát 7 hétre, vagyis 49 évre, 62 hétre, vagyis 434 évre, és a maradék 1 hétre teszi majd a hangsúlyt, amellyel majd a következő alkalommal fogunk foglalkozni, vagyis a 490 év utolsó 1 hetére, amely egyenlő lesz a messiás fellépésével, 3,5 éves szolgálatával, de a 7 felén véget vet majd a véres áldozatnak és ételáldozatnak, tehát megszünteti az ószövetségi áldozati rendszert. Miért? Mert az ő áldozata lép az addigi előkép áldozatok helyébe, és még az utolsó 3,5 évről is mond valamit, hogy akkor még lehetőség lesz a zsidó népnek a messiását elfogadni, de miután nem fogadja el a messiást,
azután lezáródik a zsidó népnek a kegyelmi ideje, mint népnek, lezáródik a kiválasztottság ideje, nem többé, többé már nem választott nép a zsidó nép, és néhány következményét is elmondja ennek, hogy majd jön egy idegen hatalom, egy pusztító utálatosság, amely körbeveszi Jeruzsálemet, véget vet ott minden békességnek, le fogja rombolni 66-70 között is, 132-135 között is, ezt már majd csak én mondom az események utólagos ismeretében, és a zsidó nép, mint nép, megszűnik Isten választott népe lenni, ahogy Jézus visszautal majd erre a proféciára a Máté evangélium a 21. fejezetében, elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét. Nézzük tehát most a Dániel könyve 9. fejezet 25. versében előbb elmondott proféciát, hogy tudd meg azért és vedd eszedbe a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől. Tehát innen kell számítani a 77-est, vagyis a 490 évet. Értelemszerűen, hogyha ez a 490 év a 2300 évből van leszabva, levágva, akkor itt a profécia egyedülálló módon, tehát döntő dolog megérteni ennek a jövendőlésnek az értelmét, megadja mind a 2300 évnek, mind a 490 évnek a kezdő időpontját, mert hiszen, ahogy említettem, a 2300 évből leszabatik, levágattatik ez a 490 év, ami ennek a kezdőpontja, az Amannak is a kezdőpontja, és itt megmondja, hogy ezt a kezdő időpontot honnan kell számítani. Azért kell erről ennyit beszélni, mert végül is nagyon egyszerű matematikai kérdés. Van egy esemény, annak az eseménynek a történelmi időpontját, ha megismerjük, onnan kell számítani a 2300 évet és a 490 évet is. Azonban a földi történelemben és a földi életben nem minden ilyen egyszerű, mert a legalapvetőbb igazságokat is a tévesztések, a félreértések felhője veszi körül a földi életünkben, ezt megszokhattuk már, akik itt élünk néhány évtizede a földön, hogy a kétszer kettő se mindig négy, hanem olykor háromra vagy ötre hozzák ki. Pedig a profécia félreérthetetlen. Mit is mond Gábriel angyal? Hogyan is közvetíti a mennynek az üzenetét a proféta számára? A Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől kell számítani ezt a 490 évet, és értelemszerűen a 2300 évet is. Mai magyar nyelven talán egyszerűbben, rövidebben így mondanánk ezt el, hogy attól a rendelettől kell számítanunk ezt a 490 évet és 2300 évet, amit a Jeruzsálem újraépítéséről adnak ki. Nyilván a perzsa, egy perzsa király fogja kiadni ezt a rendeletet. Tehát figyelem, nem a jeruzsálemi templom újjáépítéséről van szó, amelyről két rendeletet is kiadtak időszámításunk előtt 535-ben Círus, vagy Nagy Kűrosz, a híres perzsa fejedelem, aki időszámításunk előtt 539-től 530-ig uralkodott, mármint nem társuralkodó, hanem egyedüli uralkodó. Aztán a másik rendelet, ez után az 535-ös rendelet után, ami után a zsidók hazatértek az első fogoly csapatok hazatérésével, és elkezdték építeni a templomot, de a környező népek áskálódásai miatt ez a templomépítés félbeszakadt, húzódott, halasztódott, úgyhogy ezután Nagy Dáriusznak egy újabb rendeletet kellett kiadni időszámításunk előtt 520-ban, amely újra megerősítette az elődje Círus által adott templom építési rendeletet,
és erről az időszakról már Aggeus és Zakariás próféta könyvéből közvetlen bepillantást is nyerhetünk, nem minthogyha Esdrás a fogoly csapatok kétszeri visszatérését ne adná hírül könyvében, erről a részről a 7. fejezet szól, nem minthogyha Nehémiás könyve ne szólna arról a későbbi építkezésről, ami már a városfalak újjáépítése és annak az építkezésnek a megakadása, illetve folytatása idejéről szól. Szóval bőségesen van erről bibliai könyvünk, legalább 4 könyv köröz e téma fölött, Esdrás könyve, Nehémiás könyve, Aggeus könyve és Zakariás könyve. Hogy lehet akkor ezt a proféciát mégis félreérteni? Hiszen itt a profécia szövegében is 2 dolog teljesen nyilvánvaló, hogy itt nem a templom újjáépítésének a rendeletétől kell számítani ezt a 490 évet, sem a 2300 évet, hanem a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől. Akkor fognak megépítetni az utcák és városfalak. Méghozzá teszi, méghozzá viszontagságos időben. Hát ilyen eseménynek csak egy rendelet felel meg, nem az 535-ös Círuszi rendelet, nem az 520-as Dáriuszi rendelet, hanem az időszámításunk előtt 457-ben Artaxerxes Longimanus által, egy másik perzsa fejedelem által kiadott rendelet, ami tehát az egész Judeabeli közigazgatás helyreállításáról szól. Ahhoz, hogy egy nép viszonylag független életet éljen. Itt a zsidó nép nem élt már olyan független életet, mint egykor, viszont egy önálló közigazgatásnak megfelelő önálló életet élhetett. Ehhez viszont Jeruzsálemet újjá kellett építeni. A templom újjáépítése ehhez nem volt elég. A templom a kultuszhely volt, ahova Izrael fiai elzarándokoltak a mózesi rendtartás szerint minden évben 3-szor, minden családfőnek, családnak meg kellett jelenni az Úr színe előtt. De ahhoz, hogy egy országrészt lehessen önállóan igazgatni, az magát a várost kellett, és városok újjáépítése az ókorban elképzelhetetlen volt városfalak újjáépítése nélkül, ezért kellett helyesbítenem a kerítések fordítást, ami persze Károlyi idejében jelölhetett városfalakat. Most, ha azt mondom, hogy kerítés, az már egy sokkal kisebb, mondjuk egy ház kerítésére vonatkozik. Megépítetnek az utcák és városfalak. Ugye városfallal és a városfalakra helyezett kapukkal kellett körülvenni az ókori városokat, meg kellett védeni az ellenség támadásaitól, és ezért ez a rendelet teljesen nyilvánvaló, hogy 457-ben adatott ki, ezt Esdrás könyve jelöli is a 7. fejezetében, el is mondja ennek a tartalmát, részletekbe menően. Itt azonban Gábriel angyal 2 dologra helyezi a hangsúlyt, ami alapján teljes biztonsággal megállapíthatjuk, hogy mely rendelettől számítódik. Olyan rendelettől, amely tehát megengedi a városnak, a város falaknak az újjáépítését, tehát tulajdonképpen a Judabeli közigazgatásnak a helyreállítását, és azt is hozzáteszi, hogy viszontagságos időben. Tehát ez a 77-ből az első rész, ez a 7-7, 7-7 az 49 év, ez a 457-ből levonom a 49-et, akkor megkapom 408-at, tehát közel fél évszázadig való küzdelem nyomán sikerült a zsidó népnek a fogságból hazatért először első fogoly csapatok, amelyek a templomot építették, úgy aztán a második fogoly csapat hazaérkezése, ez már Esdrás és Nehémiás kora, de hadd olvassam ezt a viszontagságos időre vonatkozó kijelentést, hadd olvassak erről Nehémiás könyve 4. fejezetéből részleteket. A kőfalon munkálkodók közül a teherhordók egyik kezükkel,
amely a munkát végezte, rakottak, a másik pedig a fegyvert tartotta. Akik pedig építettek, azoknak derekukra volt felkötve a fegyverük, így építettek. Legényeim egyik fele dárdákat tartott hajnal hasadtától fogva mind a csillagok feltámadásáig. Sem én, sem az én atyám fiai, sem legényeim, sem az őrizők, akik én utánam voltak, nem vetettük le ruháinkat, és kiki csak mosdáskor tette le fegyverét. Olvasom Nehémiás könyve 4. fejezet 17. 18. majd 21. 23. verseiből. Erről egyébként Thomas Stearns Eliot, a nagy 20. századi angol költő, külön verset is írt, mint az újjáépítésnek egyik emblematikus példájára, hogy egyik kezében a vakolókanál, hogy ő mondja, másik kezében a fegyver. Hát ilyen mostoha körülmények között kellett a jeruzsálemi várfalakat, városfalakat újjáépíteni, az utcákat, a házakat rendbehozni, a közigazgatást bevezetni, mert a környező népek, hát azért a földi történelemben az irigység a legalapvetőbb gonosz tulajdonság, ahogy Jakab levele mondja, hogy irigységre kívánkozik a lélek, mely bennünk lakozik. Tehát a környező népek azt látva, hogy a zsidók visszatérnek a 70 éves fogságból, és még perzsa államköltségen, visszakapva az elrablott javaikat, tulajdonképpen a régi hazájukat újjáépíthetik, hát ez ma sem lenne egy olyan mindennapos dolog. Én jártam, több évig jártam Szerbiába előadásokat tartani, már a 80-as évek végén, aztán hallottam Újvidék lebombázásáról, még jártam a régi Újvidéken, aztán néhány évvel ezelőtt eljutottam, és szemem szám elállt, mert nem ismertem Újvidékre, mert a teljesen lebombázott várost, a hidat, mindent újjáépítettek. Persze azok, akik lebombázták, nekik jó befektetés volt. Hát a mai világban is azért nem mindennapos dolog, és nem egy-két év alatt történik ez, még a mai fejlett technológia idején sem. Hát akkor ez 49 évet vett igénybe a proféciának az első része, tehát a 77-ből 490 évből az első levágott rész nagyon röviden ezekre a körülményekre utal. És mondom, nem tudom elképzelni, hogy nem lehet ezt pontosan azonosítani, ha bármi kommentárt elővesz az ember, mai bibliafordításokat, katolikus, protestáns bibliafordításokat, mennyit beszélnek, és így kell mondanom, hogy mellé beszélnek-e proféciával kapcsolatban, mert az még csak hagyján, hogy Károly Gáspár nem látta világosan-e proféciának a kezdőidőpontját, ő például a círuszi rendeletre gondolt, de hát Károly Gáspár óriási rohanásban alig több mint 2 év alatt fordította le, és Szenci Molnár Albertnek adta a lefordított íveket, miközben hozta a kijavításra való íveket. Tehát Károly Gáspártól nem kérhetjük számon, hogy 16. századi szinten, amikor a történelmet még a napóleoni hódítások előtt látták, tehát a kelet még nem adta ki igazán titkait, mert ezt a hieroglifáknak a megfejtésétől, azután pedig a mezopotámiai ásatások 19. századi elkezdésétől tesszük függővé. Tehát azt még csak elnézhetjük, hogy Károlyi Gáspár 535-től számítja ezt az időt, amit sem 535-től, sem 520-tól nem lehet számítani, csak 457-től, de hadd idézzek egy 18. századi magyarázatot, aki már világosan látta, már a 18. században, nem is akárki, az angol Sir Isaac Newton, tehát az emberiség történelmének egyik legnagyobb koponyája, igen, a híres fizikus, matematikus csillagász, aki mellesleg Dániel és jelenések könyvéről több angol nyelven is, latin nyelven is megjelent irat szerzője. Nos hát Newton
aki 1642-től 1727-ig élt, a következőt mondja erről a 490 évről. Itt egy hetet 7 esztendővel számítva 490 esztendőt kell venni, attól az időtől, amikor a szétszórt zsidók újból egy néppé és egy várossá váltak, amikor ismét visszatértek a politikához. Ez Artaxerxész Longimanus uralmának 7. évében történt, amikor Esdrás a zsidóság egy csoportjával visszatért a fogságból, és újból felélesztette a zsidók istenimádását. A király rendelete következtében minden országrészben magisztrátusokat létesítettek, tehát önkormányzatokat formáltak, hogy megítéljék és kormányozzák a népet Isten és a király törvényeinek megfelelően. Esdrás könyve 7. fejezet 25. verse. A fogságból csupán 2 visszatérés történt, a zorobábeli és azaz esdrási. A Zorobábel féle alatt csak azt a parancsot kapták, hogy építsenek egy templomot, az Esdrás félénél viszont először alkottak politikai testületet, vagy várost saját kormányzásuk alatt. Tehát Newton ezt a 18. században már világosan látta, hogy a második nagyarányú hazatérés, az Esdrás-Nehémiási hazatérés és újjáépítés során került sor arra, hogy a templom már régen fel volt építve, tehát azt időszámításunk előtt 515-ben átadták rendeltetésének, elteltek évek, évtizedek, 457, látjuk, hogy ez több mint egy fél évszázad is eltelt, de a zsidók még mindig nem építhették újjá az önálló, viszonylag önálló állami, vagy így mondhatjuk önkormányzati életüket. Erre került sor akkor, amelyre Dániel könyve 9. fejezet 25. verse utal, hogy a 77 kezdete, vagyis 457 után, 7-7, vagyis 49 évig tartott az újjáépítés, mégpedig viszontagságos időben. Azután jön a 77, tehát a 490 év első kis része a 49 év után, jön a második nagyon hosszú rész szemrevételezése. De itt éppen ez csak megemlíti, hogy ezután eltelik majd 62 hét, tehát 7 hét, 62 hét. 7 meg 62 az 69, ezért mondtam, hogy maradt még egy hét. Tehát a 77-et 3 részre bontotta fel. De milyen érdekes, hogy erről a hosszú időszakról itt külön a profécia nem beszél, hanem azt mondja, hogy majd amikor letelik ez a 62 hét, 62-ször 7 az 434 év, arra helyezem a hangsúlyt, arra az utolsó egy hétre helyezem a hangsúlyt. Erről a hosszú időszakról itt nem szeretnék beszélni. A Biblia ezt az időszakot intertestamentális időszaknak mondja, azaz hát mi mondjuk, mert hát az utolsó proféta Malakiás és az Ószövetség ténylegesen utolsó profétája Keresztelő János fellépése között körülbelül ennyi idő van, tehát a zsidó nép egy óriási nagy időszakaszt kapott, 434 év, hát több mint 4 évszázadnyi időt kapott arra, sokan meg is jegyezték később, hogy a 70 éves fogság után majdnem 7x70 év lett aztán a hazatérés, az újjáépítés, a nyugodt építkezés időszaka, tehát ha Isten megengedett egy ilyen súlyos nemzeti kataklizmát, mint a 70 éves babiloni fogság, utána 7x többet adott utána, hogy fel tudjanak készülni a megváltónak a fogadására. Mert a 434 év, ez az intertestamentális korszak, amelyről majd Dániel könyve 11. fejezetéhez érve fogunk megemlékezni, hiszen ezt az intertestamentális korszakot
némileg ez világítja be egy kettős profécia formájában, ami vonatkozik az akkori perzsa, szír, görög, római időszak eseményeire, de másodszorban vonatkozni fog Jézusnak a második eljövetele előtt közvetlenül megelőző világidőszak összefüggéseire és eseményeire is. Tehát ezt majd Dániel könyve 11. fejezeténél fogjuk, amennyire csak tudjuk, hiszen a kettős profécia természete szerint sok mindent ebből látunk magából az intertestamentális korszakból, tehát az ókorból, de sok mindent nem látunk a mai korszakunkra vonatkozóan, mert itt a szemünk látára teljesedik ez az északi-déli király küzdelme, a világméretű vallási összefogás és a világméretű ateizmusnak a végső összecsapása, amelyből az északi király kerül ki győztesen, ezt már előre hadd jelezzem, de itt Gábriel angyal Istentől nem kapott utasítást arra, hogy a 434 év összefüggéseibe, eseménysorrendjébe bevezesse a prófétát. Miért? Azért, mert a 77, a 62 hét után az utolsó egy hét lesz a fontos. Azt szeretném menni részletesebben, és a rendelkezésre álló rövid időben, hiszen a mennyből jött angyal csak egy rövid eligazítást ad. A döntő dolog, hogy vissza kell térnünk majd a 2300 éves jövendőlésre, amelyből leszabadott ez a 490 éves jövendőlés, de a 490 éves jövendőlés utolsó hete, az utolsó egy hét lesz a fontos, és ennek már külön figyelmet kell szentelnünk, mert ez adja meg majd Jézus fellépésének az időpontját, ez adja meg Jézus 3,5 éves, miért nem kevesebbet, vagy főleg miért nem többet tanított Jézus, mint 3,5 évet, ez adja meg ennek az okát, de ez fogja megjelölni azt is, hogy a hét felén azért vett véget a véres áldozatnak és ételáldozatnak, mert önmaga áll az ószövetségi előkép áldozati rendszer helyébe, ahogy Pál mondja a kolossébelieknek, amelyek csak árnyképei voltak, tűposzai a jövendőknek, de a valóság Krisztusé, és Krisztus hagyja magát, sőt nem csak hagyja magát, Isten elhatározott szándékát valósítja meg, amikor föláldozza magát, hagyja magát megöletni, föláldozza magát, megölik a messiást. Ahogy Károlyi fordítja, kiírtatik a messiás, és senki sem lesz. De ahogy említettem, ez olyan fontos dolog, hiszen az Ószövetség egyetlen egy idői proféciája, amely megadja a messiás értünk hozott áldozatának az időpontját. Pontosan látjuk, hogy a fellépése utáni 3,5. évben, tehát ha ősszel lépett fel 27 őszén, akkor 31 tavaszán, vagyis a Pészach, a Páska bárány megáldoztatásának előestéjén, aznap az a pénteki napra esett, adja az életét az egész emberiségért. Hogy lehet, hogy ezt a proféciát legalább keresztények, vagy magukat keresztényeknek mondó felekezetek nem tartják nagyobb becsben? Hogy lehet az, hogy ennek a proféciának a kezdő időpontja felől még ma sincs egyetértés, holott szintiszta világosság, hiszen megadja a kezdő időpontot, megadja, hogy az utcák és városfalak felépítése zajlik az első hét során, megadja, hogy viszontagságos időben, megadja, hogy ezután 434 év békeidőszak következik, és ezáltal megadja az utolsó egy hétnek a kezdő időpontjával a messiás fellépését, 3,5 évi szolgálatát,
a hét felén a keresztáldozatát, utána még a zsidó népért tett erőfeszítéseket, hogy az apostolai még 3,5 évig nem hagyhatják el Jeruzsálemet, Júdát, nem indulhat el a világmisszió, amíg még 3,5 év kegyelmi időt nem kap Isten ószövetségi választott népe. Hogy lehet, hogy ezt világosan nem látják, és ezáltal nem is tanítják keresztény felekezetek, és így sem a zsidóságot nem tudják meggyőzni, nem is törekszenek rá, sem az ateista világ elé nem állítanak kétségbe vonhatatlan matematikailag pontos időszámítást, vagy erre sem törekszenek, és még a saját soraikban a kereszténység, a nagy, a zogenante, a soadizan kereszténység, ami azt mondja önmagáról, még önmagas számára sem értette meg 2600 év után, vagy erre nem is törekszenek emberek, nem is támad érdeklődés ez iránt. Ezért kell nekünk ennek a proféciának az utolsó hetéről külön részletességgel szólanunk.